Sokkal jobb. Ja, Azt tudni kell Anna fürdőről, hogy ez nagyon szorosan kapcsolódik a története az Apponyi grófokhoz. Gróf Apponyi József 1799-ben vette meg lengyel községet és a környező 4-5 falut, települést. Hát lengyelen 1826-29-ig épült a kastélyuk, az a kastély ma is megvan. Köszönöm szépen! Szeretem! Te szeretem, csak most nem. Köszönöm, hogy a baglós után most nem. Te 10 éves! Várjál, menjünk fel! Megettem az almát, a fehó! Mondom, ne forog! Mondom, ne forog! Nem is forog! Ó, Ali! Ó, Ali! Ali, bába, laoj! Ali, bába! Aki kiris bamba, aki kiris bamba, asa vasa bimba, asa vasa bimba, abe no noye, abe no noye, abe bebe be no noye, abe bebe be no noye, oye be no noye, oye be no noye. Oké, figyelj, van egy másik. Nagy nap van, bandagban, ülnek a szarabok az ablakban. Száraz keresőt röpít a szél, az egyik arab így mesél. La machuca chichalaya chichalaya chichalaya. Akkor ezt lehet egy-egy most mondani, hogy gyakorolni. Jó? Kristóf! Találtam kettő makkot. Kamami, itt van egy velem szemben. Itt látod legközelebb. Ő az ámszarvas, pikánk. Ő úgy tudom, hogy Feri névre hallgat. Tehát ő egy kifejlett bika, látjátok, nagyon szép agancsa van. Az agancsának az a jellegzetessége, hogy lapátszerűen szétterül, tehát ezért lapátos agancsnak is hívjuk. Most a fegyezettség az megmaradt, tehát ők mindig vannak a fiatalkorukban még fegyesek, és utána szint váltanak. Tehát a dámok azok mindig fegyesek. Ön az oldalról látjátok a nőstényt, tehát a lányt, ő a dámszarvas terül, és mellette van az idei borjunk. Tehát aki ott fekszik még mögötte. Hát most itt ez a kis kompedán szarvas családunk van. Aki ott bújt el a fa mögött, ő a gímszarvas bikánk, ő a Robi. Éve minden tavasszal, általában február végén, március elején elhullajtják az agancsukat. Tehát ez nem fáj nekik, meg az az összekötő szövet, ami a fejhez rögzíti magát az agancsot, ez fokozatosan elhal, és akkor az agancs magától lehullik. És a bika abban a pillanat, tehát mindjárt következő lépésben elkezdi fejleszteni az új agancsát. És ennek
Az a lényege, hogy minél erősebb egy bika, minél idősebb, annál nagyobb vagancsot tud fejleszteni. Nyúlni ilyenkor a kerítésen se, mert valakinek az ujját nagyon maga lehet tudja törni. Úgyhogy azért le kell tartani is a távolságot. Egyedül a szarvas... 5-6. Évében van. Tehát, hogy a szarvas egy tárazat. Sányoktól, mikor a ivar érte. Gyakorlatilag egy éves kudom, hogy a ivar érte. Igen. Ilyen szükség. Nem beszett elérte. Távig nem utálpáltat, hogy egy éves korában. Rovics egy éves korában, szóval már... Jézusom, mekkora! Majd mindjárt, Nyugi, megyünk sorba, most még a... Ott jön, Megeszik gilisztátok ezzel pajori, kukacik, cigát, gyökereket, gumókat, az agyarával nagyon jól tudja vagdalni a gyökereket. Hogy összecsukódik a két agyar, az olyan, mint hogy egy kis éle lenne, mint egy borotva. Tehát annyira éles, hogy állandóan koptatja. Várjatok már gombával kicsit. Tehát minden evő csőt, hogyha dögöt talál, akkor azt is megeszik. Most amit itt még láttok, az a dagonyájuk. Aha. Benéztek jobbra. A vaddisztő... Ha megszáradt rajta a sár, akkor látjátok, hogy a fának a törzsei, a szépen levakarja magáról. És akkor utána ez kezdődik előre, mert állandóan szeretnek. Dagonyázni, úgyhogy mindig dagonyáznak. Még télen is a legnagyobb hidegben, és olyan erős vastag bundájuk van, hogy ők nagyon jól mindjárt a hideget. Basszus, mi a másik? Yeah!
figyeljetek! Viki, megettem Roli, a nem Peti? Akkor Roli, miért nem mondtad Roli? Roli, te ott kaszak majdnem! Bandi! Kölyösz, Bandi! Papa! Bandi, ön, számoljátok! Hoppá! Mandiner! Mandiner az én! Nekem jön! Kölyösz, Tamás! Utána én jövök! Utána Pati jön! Oda nézz a Tamás! Jöhetek! Csinyilozzatok, gyerekek, hát ez már két ütés. Vigyázzon, jöhetek! Te jössz, Pati! Nice, szállj fel magasra! Jó van! Jó van! Jaj! Vigyázz, Kristóf, nehogy megviselem! Dóri, vigyázz! Jó, Peter! Kaphatok egy szörnyet? Természetesen, drágám! Mit kémkedik? Szevasztok! Mi gyorsabbak voltunk! Látszik! Dani, mit kérdez? És Dori befut! Mi a docka? Tudjátok, milyen fáradt? Nagyon jó volt! De! Ti nem bicsibivel jöttek? Lassan, nagyon! Lassan! Nézzétek, hogyha belejött a... Igen, Marci, csak úgy jön. Nem, nem nagyon használ, nem lakták, nem használták, a raktárnak használták, kezdetben még darom lenne az állapotban. Csak utána, amikor annak fürdő, jól lesz. Neki semmi sem. Az ujjaid, jaj, nem is bírom nézni. Fejszével észre. Na. Az esővizet is bevezetjük abba a tárcába. Évente ezáltal már az esővizet fölégítjük a szennyvízünket, tehát még tisztább lesz. Ugyan-ugyan átgyökértől megkapja a következő szűrést, ami szintén egy két hét, amíg átszivárog rajta a víz. Csak a gyakorlat az ilyenkor már egy kis bizony. Itt van. Semmi az adás. Sok a fók hallgatni. Itt vagyunk benne a házba. Ez a helység, ahol most vagyunk. Ez. Férfi gyermekek. Jó gyerekek, ugye nekünk aztán van mindenféle olajfajtunk és parfümünk, és tudunk illatozni. Bakkesték egy kicsit szagosabbak, de ez nagyon tetszik a csajoknak, úgyhogy jó ez így. Viszont ők sem, nekik sincs szükségük parfümökre, az biztos. Na, az állatokat azért igen nagy odafigyelést és gondoskodást igényel. Egyetlen egy állat is, nem hogyha ebből ugye mondjuk van már 11 jó néhány darab, úgyhogy a Pistivel együtt tudom ezt csak csinálni. Az, hogy apának milyen nincs a cicibe, gyúrta, minden, puszilgatja, tök aranyos, de nincs cicibe, nincs tej. És azt azzal kell tetni, igen? Hogy legeléssel. Hogy legeléssel. És ivásra. És ivásra.
Tehát ha én eszek füvet és ízok is, akkor te jön? Nagyon jó. Pontosan ezt akartam kérdezni akkor. De én általában úgy szoktam, magamból indulok ki, és akkor azon sokkal jobban lehet kacagni. Nekem a cicimbe van te? Igen! Penny, hogy a gyakorlatban vettem észre, hogy senki nem úgy csinálja, úgyhogy egy kicsit gyereknyelvre fordítom. Így kifele áll a kis üveggúlyatok, berakjátok ide a tőgyet, és az egész egyszerűen rácsiptek, így. Ezt én neki meg tudja csinálni? Szó szerint rá kell csipni. De nagyon szorosan. Így. Mint a ráforduló. Erősen. Próbáljunk ki egy másikat, mert egyébként így fogjátok csinálni, de régebben én így tanítottam. Mindenki tud ilyet csinálni? Nagyon jó. Akkor most így, és most ráhúzzuk a tőgyre. És akkor most elszorítjuk. Így. Ez jó. Ez egy kicsit nehezebb, de a tőgynél úgyis az lesz, hogy így van, és rá... Csak neki valaki ilyen, ki így megy. Na próbáld meg ugyanúgy még egyszer. Fogd egy kicsit följe, a cici. Tehát így, többet. Látod? Kicsit szálljunk. David! Nagyon szuper. Szóval valahogy így kéne ezt a... De jó! Úgy, csak nyugodtan bátran. Nagyon fontos fönt összeszorítani, hogy visszafele ne fogom. Épp az üdvözlőm. A szüleimnek meg karácsonynak érzi egy kecskét, fejős kecskét. Úgy is szereti a kecskét. Elsőre. Tamás. Kapaszkodj! Vissza! Hát én nem találtam egy kagylót ott. Megnézzük. Már eldobtad úgy, hogy itt vannak. Nem messze, most közel.